Akkor... Elkezdjük szerintem. Nem tudom, hogy kinek kell bemutatni, de... Harmadik előadom Dorogi Benjamin Fagyi, és egy nagyon-nagyon fontos témát fog érinteni az előadása, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nagyon koncentráljon minden egyes szóra. Nagyjából ennyi, és átvan szó. Köszönöm szépen. Jó. Nagyon-nagyon gyors kérdés, mondjuk szerintem ezt is szemről meg tudom mondani, ki az, aki itt gólya. Szemről? Igen. Tehát, hogy itt, mert ahogy kifejezetten gólyának érzed magad, az is belefér. 2019-ben mindenki érzedheti magára, hogy micsoda. Ugye az az alcíme az előadásnak, ami publikus is lett, hogy ez a Puti Kalauza hallgatói léthez, vagy tippek és tapasztalatok a rendes címe. Az volt lemetet, vagy csak... Várj, célhozni kell vele? Nem, F11. Nekem még pulzám. Vagy az F11 az így, tehát hogy ez, eddig ez még működött. Tehát, hogy így... Egyetlen. Igen, belekattintottam, csak... Az a baj, hogy nem Markdown-ban ültött. Igen, egészen pontosan ez a probléma. Nem kicsi ezt, hogy Markdown-ban akkor működik. Hol a faszomban van az egér? Kezdjük itt. Tehát, hogy így kimegy a... A lézer? Nagyon jó, várjál, vissza. Itt a Pikachu már megvan, de... Jó. Akkor kezd... Akkor, jó, leülök én is ide, vagy itt megállok, mert nem fogok odaülni, mert kurva meleg van. Szóval a tényleges címe az előadásnak ez a hogyan ledögölj bele, bele az egyetembe. Avagy Puti Kalauza hallgatói léthez. Az előadásról előjáró szóban pár dolgot, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon-nagyon tényszerű dolog, ez inkább egy ilyen kicsit informálisabb információ áradat, így felétek, meg még azok felé is, akik már kicsit régebb óta itt vannak, lehet, hogy tudok nektek is újat mondani. Hogy nem jövődött bele, ezért tud ilyenről beszélni. Igen, tehát hogy ha Marci is felvezett egy ilyen bemutatkozást, én nem csináltam külön diát neki, amúgy BSC-n végzett, jelenleg ilyen purgatóriumban lévő alumnus vagyok, majd jövök vissza MSC-re. Szintén DM, én szintén JavaScript-tel is foglalkozok, ilyen junior full-stack webfejlesztőként dolgozom jelenleg, és igazából ami miatt van alapom ehhez az előadáshoz az, hogy egy átlag IK-n végzett emberhez képest retek sokat beszélgetek másokkal, és így nagyon sok tapasztalatot szívtam föl másokon keresztül is, és az egész arról fog szólni, hogy végigmegyünk pár ilyen alapkövén az egyetemista létnek, hogy itt mi az, amin lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni, viszont tényleg néhány részét kezeljétek úgy, hogy nagyon-nagyon szubjektív, tehát hogy nekem működött, vagy másnak működött, lehet nektek nem fog. Tehát hogy úgy kezeljétek, mintha azt mondanál nektek valaki, hogy kényelmetlen a cipő, arra én azt mondanám neked, hogy figyelj, vegyél a 43-as férfi cipőt, mert nekem az kurva jó volt. Tehát, hogy így akkor működik, és szerintem így menjünk bele a már kicsit leszpoilerezett dolgba. Hogy így az első egyetemi nagy téma, hogy tanulás, mint olyan. Tehát, hogy az egyetemen tanulni kell, azért jön elvileg mindenki ide azon kívül, hogy jön egy bulizzon. Nem, csak tanulás. És ez talán pont a legnehezebb téma ilyen szempontból, hogy legyen tippje az embernek arra, hogy hogyan kell tanulni. Tehát, hogy ez egy borzalmas dolog, ugyanis ezt mindenkire ki kell találnia magának, mert mindenkinek más működik. Tehát valaki például leül, tanul, ilyen standard szóhasználattal beseggeli az anyagot, lehet meg is érti, csak azzal, hogy olvasgatja addig, amíg megragad a fejébe, és az működik neki, lehet, hogy nem. Ez olyan, hogy főleg aki első fél évben még nem feltétlenül érzi, hogy mi az, ami neki működik. Nekem így kb. A harmadik, negyedik fél évemre lett meg az a metodika, amivel működött. Nekem az vált be, hogy más emberekkel összeülök, és így akkor elmagyarázom nekik, ők elmagyarázzák nekünk. Nekem utána fekszünk a asztalon valamelyik aréna környéki kis előadóba, és szenvedünk azon, hogy a fenébe lehet egy tantárba annyi anyagot belesűríteni. Promi pont nincs itt sajnos. Ő volt az elszenvedője ennek a dolognak, de igazából itt az általános ötlet első körben, találd meg a saját tanulási módszertanodat, hogy próbálj ki mindent. Tehát itt neten is van végtelen, szerintem már tanulásmódszertan is mondtak nektek tippeket erre, de próbáljátok ki, hogyha érzitek, hogy nem sikerült, akkor az úgy nem jó. Próbáljátok meg még valamit, aztán egyszer csak rájöttök, tehát hogy
tényleg tanuljátok meg tanítani önmagatokat, és akkor az úgy jól fog menni, de alapjáraton van egy-két olyan dolog, ami mindenkinek tud segíteni, például az, hogy jelen vagytok az óráitokon. Mármint, hogy jelen-jelen. Nem úgy, hogy bent vagytok, legalábbis a katalógus szerint, vagy bent vagytok, mint fizikailag, illusztrálom, volt ilyen előadáson sajnos, tehát ez az előadáson vagyok. Nem? Az, hogyha próbálod felfogni, megérteni, megjegyezni, hogyha nagyon-nagyon nem megy, akkor meg legalább csinálj valami más produktívat az órán, és lehet, hogy valami be fog ugrani, amit hallottál, miközben éppen cookie-clickerre játszottál, és így fogod eszedbe jutni. Lehet, hogy ez így furcsa hangzik, de működhet. Fun fact, akár hasznos open source projekteket is lehet elkezdeni. Amúgy... Tud még párra felülíteni! A másik az, hogy ami pár embernek ilyen idegen, főleg így első egy-két fél évben, hogy az oktató megvan úgy, hogy ő az oktató. Tehát, hogy így úgy van valahogy, hogy ő az egyetem nagy embere, de mondjuk látjátok, már itt volt egy példa arra, hogy nem feltétlenül, de hallottam már erről, hogy valaki egyszerűen fél kérdezni az oktatót, hogy úristen, mi lesz, hogy a hülyének gondol, hogy nem értem, vagy ezért fogok rosszabb életet, mert kérdeztem. Nem, általában legalábbis akivel beszéltem oktatóval erről, szerintem örülni fog annak, hogy kérdeztek. Vagy azért, mert jelzitek neki, hogy mi az, ami nem világos, és ami a csoport számára is nehezebb lehet, vagy mi az, ami személyesen neki például lehet, hogy úgy van, hogy természetesnek tűnik, hogy ezt értitek, de nem fogja tudni úgy átadni, hogy értsétek, mert egy más szinten van az adott tudásanyag volt, tehát hogy ez így igazából hallgatói és oktatói szempontból is előnyös, de ne féljetek kérdezni az oktatótól se. Ha nem tud rá válaszolni, akkor meg azt mondja, hogy majd lehet, hogy küld egy e-mailt, vagy megnézi későbbre. Valamint ne féljetek kérdezni egymástól se, tehát hogy ez meg végképp, ezt nem értem. Volt olyan ember, aki odajött hozzám, hogy így nem tudok ebben neki segíteni. Az volt az egyetlen alapja arra, hogy hozzám fordult, mert tudta, hogy két évvel előtte vagyok. Fingom nem voltam ugye a témáról, de tudtam volna neki olyan embert, aki vele egy év folyamban volt és sokkal jobban értett hozzá, és tőle nem kérdezte meg, mert hogy biztos nem tudja. Tehát, hogy kicsit térképezzétek fel a saját közösségeteket, erről majd lesz később is szó. A harmadik, ami szintén összefügg az elsővel, hogy meg kell tanulni, meg rá kell jönni, hogy mi fekszik nektek és mi nem, hogy lehet, hogy úgy jöztök ide, hogy mit tudom én, tehát úgy jöttetek, hogy így az infóval, matekkal, vagy bármivel nem volt probléma, de egyrészt a magyar középiskolai oktatásban ez nem feltétlenül differenciálódik annyira, hogy ennek a különböző kisebb részágait meg tudjátok mondani, hogy ez jobban átjön, jobban értem, jobban fekszik, vagy sem. És hogyha tudjátok, hogy mi az, ami jobban megy, és mi az, ami nem, akkor onnantól kezdve sokkal jobban tudjátok a saját időtöket csoportosítani. Tehát például én tudtam magamról, jó, első fél évben úgy jöttem ide, hogy emelt matek érettségi nem tudom hány százalék, én vagyok az a úristen, aztán a matalap jól arcolmozott kétszer egy pontja, és így realizáltam, hogy nekem azért vannak problémáim matekkal, és utána úgy időzítettem a tanulást, hogy azt mondja, jó, figyelj, van most 4 órán a mai nap, amit még így rá vagyok hajlandó szánni egy nap tanulásra, és akkor ebből mondjuk egy lesz az, amikor a beadandóimat megírom, meg átnézem a progos dolgokat, a többi meg szenvedek a matekon, mert arra kell sajnos ennyi idő, mert nem annyira intuitív és nem megy. De van, akinek ez fordítva van. Tehát, hogy ez is olyan, ki kell tapasztalni. Igazából az első fél év az kicsit erről is szól. Szerintem erre már azért rájöttetek ti is, hogy nem lesz minden elsőre olyan... Nem mondom, hogy könnyű vagy nehéz, hanem nem természetes, vagy nem vagytok benne kényelmesek, hogy működik ez az egész tanulási folyamat. De így a végére már talán, ha nem, akkor még lehet próbálkozni tovább, van még legalább 5 fél évetekre. Valamint, tehát tényleg ami már a második pontban így személyes és más emberek tapasztalataiból átjött, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon durva eszköz arra, hogy lehessen javítani a tanulási folyamaton, hogy megértsük a dolgokat. Ez pedig úgy működik, hogy itt vagytok egy egyetemen, ahol van évfolyamonként nettó 500 hallgató. És nettó 500 hallgatóból valószínűleg van olyan ember, akinek potenciálisan pont az nem fog menni, ami neked igen, és neked meg az fog menni, ami neki nem, ami ugyanaz a mondat, mint amit előbb elmondtam, de az a lényeg, hogy tudtok egymástól segítséget kérni, és kéne is.
Persze, ne olyan szintig, hogy utána oktatók a Lobacevszkis dalt posztolják Facebookra, akármennyire is vicces az a dal, ami nagyon szépen a plagiarizmusról szól. Tehát, hogy ne az legyen, hogy figyelj, adok neked 4 liter kőbányait, hogyha megírod nekem ezt a beadandót, akármennyire is örülni fog neki az ember, akinek lehet, hogy ennyi idő megírni ezt a beadandót, hogy olyan tájtalan már nincs is, tök finom volt tényleg az a sör, de... és utána lehet, hogy ott leszel, hogy kéne neked az a skill, vagy később rájössz arra, hogy ez ugye egy tök érdekes dolog, és lehet, hogy nem kellett volna telibe tenni magasról rá, és beadni valaki másnak a beadandóját csak azért, mert nincs plágium ellenőrzés azon a tárgyon, hanem segítséget kérni. Tehát volt olyan, hogy tárgyból ment valami, jött másik ember, azt mondtam neki, hogy figyelj, én nem fogom megírni neked a beadandót, de csináljuk meg együtt. Megírtuk együtt, kidobta a plágium ellenőrző, nem azért, mert az enyémet adta rá, hanem pontosan ugyanazon gondolatmenet folytán írta meg, mint amit én elmondtam neki. Utána egy 3-4 órán keresztül gyötörte az oktató, hogy megkérdezett, hogy működik ez, és hogy érte, és értette, és megkapta rá a jegyet. Tehát, hogy max egy kicsit magyarázkodni kell, hogyha így segítséget adtok, vagy kaptok. Mert engem is ugyanúgy letámadott ugyanaz az oktató, hogy na most ezt a beadandót ő írta el, vagy én. De igazából támaszkodjatok egymásra, mert igazából azon kívül, hogy mindenki valamilyen mértékben büdös nagy kocka itt az IK-n, és hogy valamennyire érdeklődik az informatika iránt, az a közös, hogy mindenki ugyanúgy szív valamivel. Ha nem ugyanazzal, de mással. Ha meg ugyanazzal, akkor meg lehet, hogy ketten együtt már ki tudjátok silabizálni, hogy mit akart a költő az adott tárgyalott feladatába. Tehát, hogy így próbáljatok egymásra támaszkodni. Valamint van egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, amit igazából nagyon elszörülködve tapasztalok, hogy tényleg már céges munka közben is néhány ember nem tud. Az pedig, hogy van egy ilyen csodálatos dolog, erre is már rámutatok Marci, tudják, hogy az internet. Tehát, hogy a két legfontosabb barátotokat szerintem így az IK-s pályafutások során felmutatom, ez a Stack Overflow nevű csoda, mondjuk mostanában kicsit már... Nehezebb olyan, a Google az viszont mindenben a barátod. Én, hogyha nagyon shady dolgokat akarsz, akkor inkább a Binget javaslom. De igazából, ha jól meg tudod fogalmazni a problémádat angolul, akkor így bepötyögöd a böngészőbe, és az első vagy a második találat már segíteni fog. Hogyha nagyon nem megy, akkor amúgy ez az lmgtfy.com nevű oldalon, hogyha megépeled, hogy mit szeretnél, akkor az gyönyörűen meganimálja neked, hogy nézett ki volna ez, hogyha megépáltad volna Google-be és megnyomod a keresésgombot. Ha valaki nagyon-nagyon kretén keresésből, akkor ezt küldjétek el neki, így, mert egy linket küld neked, hogy megmutatja, és így kattints rá. Szépen le lehet szoktatni az embereket arra, hogy maguknak, vagy rá lehet szoktatni az embereket arra, hogy maguktól keressenek. Nagymamáknak. Igen. Tehát, hogy így igazából azt mondanám, hogy ilyen general workflow, hogy valamit nem tudok, az első az, hogy a haverokat megkérdezem az oktatót, ha tárgyal kapcsolatos. Az oktató nem tud válaszolni, nem ér rá válaszolni, nem olvas e-maileket, akkor megkérdezel csoporttársaktól, vagy esetleg felsőbévestől, akit ismersz, harmadik lépés az itt jön, és hogyha ezután nem találtál rá megoldást, akkor valószínűleg van egy TDK témát, tehát, hogy így... Vagy szarul keresel. Ezen kívül tanulással kapcsolatban még van egy másik probléma, ez mondjuk első fél évben lehet, hogy még nem üt be annyira, későbbi fél években lehet, hogy egyre inkább, főleg, hogyha még a későbbi fél években is ugyanazok a tárgyaitok vannak, mint az elsőben. Ez pedig az, hogy megtartsátok a motivációt, tehát így idejöttök, felvettük titeket, örültek, mint majom a farkának, a média is azt mondja, hogy informatikus vagy innentől kezdve, valószínűleg pár éven belül már a segedet és papír pénzzel fogod törölni, de így rájössz, hogy nem feltétlenül jó ez a dolog. Köszönjük leginkább a magyar középiskolai informatika oktatásnak. De az a lényeg, hogy igazából vannak kapaszkodók, amit lehet használni és ajánlom is használni. Mert tényleg előfordulhat, főleg, hogyha azokon a tárgyakon átmegy az ember lazán, ami érdekli, meg ami tudja, mert az úgy lehet, és megakad olyanokra, amik meg nem érdekli, mert mindenkinek van olyan tárgya, ami nem érdekli. És ilyenkor tényleg kell egy kis reminder, hogy mi a faszér is vagyok én itt ezen az egyetemen. Mi a halálér akarok én programtervező informatikus diplomát. És ilyenkor vannak például nagyon jó eszköz erre, hobby projekt. Tehát, hogy így tényleg egy ilyen, fogsz valamit a saját kis személyes életedből, ami probléma, vagy egyszerűsíthető lenne. Akár egy multiplatform bevásárló lista, akár egy homebrew, D&D, CSS, vagy bármi.
hogy összerak, és tényleg megcsinálod magadnak is. Ez már jobb lesz, mert egyrészt infóban, informatikával foglalkozol, miközben nem informatikával foglalkozol, hanem arra akarsz rájönni, hogy a saját kis dolgot hogy a faszba csináltak. És általában, hogyha valami ilyesmi problémát dolgozol, akkor sokkal jobban megragad, mint hogyha azt mondják neked, hogy itt van egy nagyon absztrakt adat, ebből csinálj egy másik nagyon absztrakt adatot, egy nagyon absztrakt metóduson keresztül, amit programozási tételnek hívnak. A másik ilyen dolog, ami már szintén fel volt emlegetve, ez az open source projektek. Ezek akkor is jók, hogyha te csinálod, de valószínűleg így korai fázisában az egyetemista létnek nem biztos, hogy fogsz open source projekteket indítani. Viszont vannak nagyon jó platformok arra, amik összegyűjtik, hogy milyen olyan open source projektek vannak jelenleg, amiben tényleg ilyen nagyon-nagyon entry level tudtok dolgozni. Van amúgy egy, nem tudom, mindenfél évben indul-e, azt tudom, hogy már láttam többször is a tárlistákban, ez a nyílt forráskódú szoftverfejlesztés nevű tárgy. Ezt is akár javaslom, hogy nézzétek meg, de ha még épp nem tartotok ott, vagy nem akarjátok ennyire, akkor is csak nézzetek utána, mert tényleg ezek sokszor olyan, hogy akár játékszoftverektől kezdve, olyan dolgok, amit lehet, hogy használtok, csak nem tudtátok, hogy open source ilyen. A nyílt forráskódú szoftverfejlesztés, tehát ez konkrétan az FSF csinálja, a Free Software Foundation-nek a magyar branch-e, és az OpenOffice-ba kell fejleszteni. OpenOffice-ba lehet. Tehát, hogy opció, az van mintaként felhozva. Abba van, az van... Az van felhozva mintaként, de mi kaptunk egy bőven egy nagyobb listát, tehát egy ilyen játékoktól kezdve bármig is lehetett sajátot is hozni, hogyha találtál olyan open source projektet, amiben fejleszteni akartál, bevitted, azt mondták, hogy oké, és működött ugyanúgy, tehát, hogy legalábbis annál a gyakorlatvezetőnél, akinél én csináltam. Tehát, hogy ebbe is érdemes belenézni, mert ez is olyan, hogy lehet, hogy tényleg annyi van, hogy egy minimál megjelenítési hibát, vagy bármi kis piszlicsári bugot kijavítottatok, de egyrészt ez át kellett nézni egy nagyobb kódbázist, és lehet, hogy sokkal könnyebb megérteni valamit úgy, hogy nem neked kell összerakni, hanem nézegeted, aztán egyszer csak rájössz, hogy mi a fasz történik itt, és utána az ennyi hibát ki tudod javítani. Másrészt egy kifejezetten nagy sikerélményt tud adni, hogy lehet, hogy valamit használnak pár százan, pár ezren, jobb esetben tényleg sokkal nagyobb felhasználói bázisban, és így főleg, hogyha még te is használod, és így megnyitod, ránézel, és így tudod, hogy igen. Tehát, hogy így ebben a szarban benne van az én két kis kacsó munkája is, és ez is még, hogyha ott vagy, hogy mi a halálért kell nekem Anna 3 szívni, negyedjére, akkor így benne vagy, hogy ja, azért, mert amúgy ennyi választ el attól, hogy legyen egy nagyon szép dupla A4-es papírom, ami elmondja, hogy én igazából computer scientist vagyok. Tehát, hogy így ez is tud kapaszkodót adni. A másik van, rengeteg programozó csapatverseny, valószínűleg későbbi szemeken, vagy korábbi szemeken találkoztatok már, vagy találkozni fogtok velük, mert mindig jönnek ide promózni ezeket. És ezek is általában ilyen kreatív feladatokat adnak. Két előnyük is van, tényleg az, hogy egy kicsit unortodoxabb dolgokat láttok, és kicsit játékszerűbben, mint egy egyetemi feladat, vagy egy ilyen open source probléma. Másrészt meg csoportban kell dolgozni, és egyrészt a kooperációs skill-ek elsajátítása az hál' Istennek egyre inkább megjelenik már az egyetemi tárgyakban is, viszont még mindig van hová, tehát hogy azt mindig lehet hová fejleszteni, és akár egy önéletrajzba is beleírhatjátok, hogy mit tudom én, elmentünk az XYZ nemzetközi cégnek a QVRT programozó versenyére, és itt átjutottunk a második fordulóba, nem is kell eredményt elérni, de akkor is már ez egy ilyen tanúsítvány annak, hogy valamilyen szinten tudtok együtt dolgozni az, hogy vagytok hárman egy csapatban, az egyik srác soha nem válaszol semmire, a másik mindig szétgányolja a kódotokat, és te pedig mind a kettőt tudod kezelni. Szóval ez is egy nagyon jó dolog. Rettentő szórakoztató. Tehát, hogy amúgy a legtöbb ilyen programozó versenye, ahogy így voltam én is pár ilyenet, sose jutottunk tovább az első fordulónál se, de egyszer igen. De amikor meg az első fordulós feladatokat csináltuk, volt olyan, jó, üljünk össze, délután egy órát nézegessük, meg utána majd csinálunk valamit, és ennek az lett a vége, valamikor hajnali egykor is ott püföltünk majdnem a fejünket a billentyűzetbe, hogy de ennek működnie kéne, és amikor rájöttünk, hogy valamit elgépeltünk, és valamiért nem vettük észre, akkor ez egy rettentő szórakoztató volt, viszont azon kívül nagyon sok minden más is meg lehet tanulni ezekből.
A harmadik, ami meg egy, talán a legegyszerűbb ezek közül, van egy csomó platform, Facebook oldalaktól kezdve, akár informatikai mém oldalaktól, ilyen félprofessionális, professzionális online újságokig, akik írnak magyarul vagy angolul, vagy olyan nyelven, amit beszéltek, tehát én például nem tudok oroszul, de aki tud, az olvasni nyugodtan orosz oldalakat is. És vannak itt olyanok, ami tényleg egy ilyen féloldalas, egyoldalas, akár érthető, akár nem. De mit tudom, látok egy ilyen cikket, aminek talán a címe is érdekes, és elolvassatok, és elkezditek magatokat belásni, és így akarva akaratlanul ezzel tudtok egy ilyen jó kis lendületet gyűjteni afelé, hogy aztán azokkal a dolgokkal, amikkel szoptok, azzal úgy, nem azt mondom, hogy kevésbé szopjatok, de legalább el tudjátok tűrni, hogy szoptok. Tehát így, ez így körülbelül így működik. A tanulási részt azt így körülbelül ennyivel lezárnám, hogyha van kérdés, vagy van esetleg más tapasztalatabb embert, kommentára szigottan fogadom szívesen most is, vagy majd utána. Medium.com. Nagyon jó ilyen cikkek vannak róla minden létező témában, és iszonyatosan lehet belőle tanulni is, abból is szakmailag is tanulni, meg arra is, hogy más, aki ezzel foglalkozik, amit ti akartok amúgy csinálni a életetek következő néhány egy kötőjel 50 évében, azok hogyan állnak hozzá ez a dologhoz. Ez gyakorlatilag egy blogging platform, de az egyik legrelevánsabb. Másik az a dev.tu. Igen. Ahol ilyen nagyon... Medium-on nem olvastam, dev.tu, igen. Ezen két helyen nagyon-nagyon jó ilyen programozós cikkeket lehet olvasni. Na és akkor a következő nagy topik, ami fájdalmasan aktuális, az úgy hangzik, hogy vizsgai időszak. Most jön. Nekem nem? Pont nem. Ebben a fél év és a következőben nem. És igazából ennek is megvan a kis metodikája, tehát hogy vizsgázni is meg kell, vagy tudni kell, vagy meg kell tanulni. Meg van egy-két olyan dolog, amit érdemes észben tartani, ez is nagyon olyan, hogy embertől függ, hogy működik, mire mennyit kell tanulni, tudni kell, ugyanúgy, ahogy már az első körben említettem, hogy mi az, amire több idő kell, mi az, amire kevesebb. Van egy pár ilyen generik dolog, amit így összeszedtem. Az egyik az első, amit tényleg egyszer próbáltam ki, hogy milyen az, amikor egy nap több vizsgám van. Egyrészt retek nagy szopást tanulni rá. Tehát, hogy így annyira össze tudod zavarni magad, hogy én a mai napig néha összekeverek anal 1-es és anal B1-es dolgokat, mert egyszerre tanultam a két vizsgára. Algo 1 és anal 1-es dolgokat. A másik az, hogy összezavarodsz, összekevered, kevesebb időt lesz pihenni. A másik az, hogy ha bemész az első vizsgára, és például az nem sikerül, akkor másodikat onnantól kezdve baszhatod. Tehát, hogy így nem lesz életkedved, nem lesz életerőd, és ha még talán össze is tudod hozni, akkor is szuboptimális lesz a megoldás. Előfordul az, hogy például fűr be olyan tárgyakból, amikből vizsgázni kell valakinek, pont ugyanazokon a napokon vannak minden héten vizsgák, akkor érdemes beosztani úgy, hogy meghatározni az embernek a sorrendet, hogy jó, ez a tárgy ez viszonylag jól megy, ez kevésbé, ezzel éppen ki lehet engem kergetni a világból, akkor ezt ilyen sorrendet be lehet osztani, hogy így akkor is egymás mellett kell tanulni ezekre a dolgokra, de már könnyebb lesz, hogy legalább nem egyszerre. És tényleg, tehát így ezt csak úgy tudom összefoglalni nagyon gyors, hogyha aki egy napra felvesz két vizsgát, az kibasz magával. Tehát, hogyha szándékosan csinálja, akkor gratulálok, diagnosztizálok mazoizmussal. A második az, hogy ezt is sok embernél láttam, hogy vizsgaidőszak első két hetét, főleg a téli vizsgaidőszakban, azt úgy veszi, mint hogy ilyen extended szünet. Hogy a vizsgaidőszak első két hete az nem létezik, akkor karácsony, meg a másnaposság kipihenése új év után. És utána szembesül azzal, hogy van még pár hét a vizsgaidőszakból, esetleg még becsúszik egy-két rosszabbul sikerült vizsga is, és akkor az utolsó két héten meg kéne váltani a világot, és így téped a hajadat, hogy ha még maradt, vagy... Ehhez kapcsolódóan a böngészőben töröljétek a sütiket, meg a historit, mert a Netto helyett hajlamos kihozni a Netflix-en a Netflix-et. Igen. Ez abszolút jó. Oké. És amúgy például pont...
Pont a télén és kérdőszakban az a nyárinál is tendencia, nem mondom, hogy mindenhol, minden tárgyból, minden oktatónál, mert hál' Istennek sem minden oktatónál, sem minden tárgyból nem voltam vizsgázni, hogy a korábbi vizsgák, főleg az első és a második, az néha még egy kicsit talán vagy egyszerűbb, vagy kicsit jószívűbben van értékelve, mert úgy vannak vele, hogy te eljöttél lelkesen, hogy te felkészült vagy, valószínűleg óráról órára tanultál, mint mindenki, és menni fog, vagy nem. A karácsonyi időszak, majd tényleg az első hét, az sokszor beesik azt, hogy a két ünnep között még van három olyan nap, amikor lehet menni vizsgázni, és hogyha bejön, akkor valaki vizsgázza, akkor lehet, hogy már úgy vannak valahogy, de ez egy elszánt ember, valószínűleg tanult, jaj, szegény, izgult, hát jó talán, tehát hogy ez a néha egy-két ponttal fejed csusszan. Tehát, hogy így érdemes elmenni hamarabbi vizsgára, nem csak azért, mert tényleg talán könnyebb is lehet, másrészt, ha sikerül, akkor meg annyival kevesebb is van, tehát, hogy aki már itt pár fél évet letolt, az biztos ismeri azt az embert, aki így a vizsga időszak harmadik hete után már posztja, hogy épp nyaral, vagy kim van volt fesztiválon, vagy elment sielni, és az összes vizsgája megvan, és te éppen valamelyik tananyagot fölött ülsz, és nem tudod, hogy éppen a tananyagot kurvanyáz, vagy az embert, aki már ott van, és így tudsz mihenni. Nyugtasson az a tudat, hogy előbb-utóbb úgyis meglincseli valaki. Igen. Főleg, hogyha ezt nagyon hirdeti. A harmadik dolog, ami szintén személyes tapasztalat, és meg láttam sok negatív példát arra, hogy így az ember realizálja, hogy ó, baszki, holnap vizsgám van, és még mindig nem készültem eleget. És úgy van vele, hogy ő most kemény lesz, és ő most nem fekszik le aludni, betol magába három Red Bull-lal lefőzött kávét, beleáztatva egy fekete teát, és ő most tol egy all-nightert, és ő lesz a fasz a gyerek, és másnap levizsgázik. Az esetek nagy részében ez nem sikerül. Akinek sikerül, annak így taps-taps-taps, tehát hogy ügyi vagy, valószínűleg enélkül is sikerült volna. Viszont a nagyobb részben bejut a masszív kiavatlanság, ami majdnem olyan, mintha másnapos lennél. És így akár mennyire menő hangzik az elhúságolni az összes ismerősödnek is, hogy te mennyire kemény egyetemista vagy, hogy nem aludtál vizsga előtt. Ha nem sikerült a vizsga, akkor úgy igazából semmi értelme nem volt. És egy értelmes kipihentséggel viszont lehet, hogyha még úgy is érzi az ember, hogy nem feltétlenül optimális felkészültséggel megy el egy vizsgára, lehet, hogy beugranak dolgok, stb. Az adrenalin csodákra képes. És a kipihentség. A másik szintén ez a vizsgázási állapotra megy rá, hogy egyetek, igyatok, menjetek el WC-re, telefonáljatok a kismacskátokkal, hogyha éppen nem tudjátok, hogy mi van vele egy hete. Tehát, hogy így szintén személyes tapasztalat, rettentő rossz dolog, amikor jó az ZH volt, nem vizsgál, de amikor azért sikerül rosszabbul, mint szeretett volna, mert az első 15 perc után nem mehettél ki a teremből, alig, hogy leadnád az ZH-t, és egész végig arra kellett fókuszálni, hogy tehát, hogy így ne felejtsetek el ilyen dolgokat csinálni, tényleg van vizsgadruk, van stressz, és így rettentő sok embertől hallottam már, hogy hasonló problémákba ütközött, tehát hogy ezt így vésse mindenki a fejébe, hogy sajnos a testetek nincsen tisztában az, hogy nektek vizsgázatok vagy zéházatok kell, ugyanúgy működik az anyagcserétek. Az éjség az meg főleg egy ilyen dolog, hogy kell a kis szénhidrát meg az adrenalin triposzfát az agyatokba, hogy működjön. És egyetek, ha nem bírtok enni előtte, akkor vigyetek be magatokkal egy darab csokit, hogyha a tanszék nem engedi, hogy legyen felirat a csomagoláson, akkor rakjátok át alufóliába. Tudom, már most már egy kicsit enyhült az ellenőrzés Noanaléknál is. Tehát, hogy így közben elrákcsáljátok valamit. Én a fejfájás csillapítót ajánlom. Ez is. Tehát mondjuk én fejfájás csillapító vagy bármi. Körcsodók, szanax. Csinkóla. Mi? Bocsánat. Vérző orra ki lehet menni WC-re? Vérző orra? Igen. Ki lehet menni WC-re? Ki lehet? Tapasztalatom. Igen. Ha nagyon WC-re kell menni, csak behúzol magad. Oktató függő. Nem mondok, volt már olyan ember, aki csak idegességében vakarózott, és utána lett vetetve vala a cipő, hogy biztos puskázik az okniából, tehát hogy itt vannak ilyen tolerancia szintek. Istenem, mindenki megbukott a lábszagnyát. Nem, hál' Istennek nem. Ami az utolsó előtti pont itt ezen az ilyen, ez egy kicsit ilyen kontroverziális dolog, tehát hogy ne kettesre menjen az ember, és azt nem úgy gondolom, hogy amikor elmész vizsgára és azt mondja neked, hogy megvan a kettes, és szeretnél még javítani, akkor nem mondhatod rögtön azt, hogy ez tökéletes.
ezért vagyok itt, hanem ez inkább a tanulási dolog, hogy azt mondom, megnézed, hogy mondjuk ez egy 25 kérdés, ebből kell 10-et tudni, ahhoz, hogy meglegyen a kettes, akkor én megtanulok az összkérdés sorból annyit, hogy statisztikailag legyen esélyem arra, hogy 10-et tudjak megválaszolni, és akkor biztos a lehető legkevesebbet kell tanulni, mert ez így általában nem működik, és az RNG az így általában az emberek ellen van. Az a évvilágon semmi probléma nincs, tehát ez a klasszik motto, győzni jöttünk, de azért a kettes is tök jó. Viszont azzal, hogyha tényleg megpróbálja belőni az ember, hogy így minimalizálja, vagy hogy az utolsó pillanatban összeszedjen annyit, akkor jó, benne van az esélyebben is, hogy sikerülni fog, és akkor tökre lehet örülni neki, viszont hogyha nem, akkor meg tényleg ott van, lehet, hogy minimális plusz erőbefektetéssel, vagy kicsit nagyobb áttekintéssel a tananyag fölött, akkor így lehetett volna ezt akár sikeresre, vagy még sikeresre jobbra is megcsinálni. És ami kicsit hozzáfér ehhez, hogyha van egy vizsgából feladatsor, főleg ha írásbeli, vagy akár hogyha szóval is ilyen tételsor, hogy vagy ilyen statisztika néhány tárcsoportban csinálnak ilyen dolgot, hogy az előző évi ZH-ból csinálnak ilyeneket, hogy X kérdés hányszor volt feltéve, és akkor lehet, hogy tudni, hogy mi az, amit jobban szeretnek kérdezni, mi az, amit nem, és akkor azért lehet így taktikusan készülni arra, hogy mi az, ami valószínűbb. Tehát ha tudjátok, hogy itt van egy böszme nagy anyag, és neked mondjuk más vizsgád is van, vagy éppen csak úgy vagy valahogy ez neked túlságosan sok ahhoz, hogy fel tudj belőle készülni, akkor azért lehet ezzel úgy egyensúlyozni, hogy mi az, amit jobban kérdeznek, hogy néz ki egy vizsga, mi az, amire oda kell figyelni, akár azt visszaolvasgatni. Tényleg, ahol nagyon sok komment van, ott valószínűleg valaki nagyon valami rage-elt, és nagyon sok visszajelzést kapod rá, de rettenetesen jó inputokat lehet szerezni ezekből a Facebook csoportokból. Szóval ezeket is nézzétek át, meg tényleg a feladatsorokat, mert vannak olyan oktatók, akik emberek, és retek rusták, és egy és két évente felteszik ugyanazt a feladatsort, hogy ne kelljen még egy feladatsort összerakni, és akkor azzal lehet tök jó szerencsésen is járni, de ha meg nem ez van, akkor is legalább látjátok, hogy mi ez a feladat típus, amit favorizálnak másikak fölött. Szóval így igazából lehet felkészülni arra, hogy fog kinézni a vizsga, és akkor talán lehet jó dolgot kihozni belőle, viszont ha nem, akkor nem működik az egész. Így. Van az, amikor az emberek nem sikerül. Nektek biztos nem lesz ilyen, de előfordul. Tehát, hogy ti ügyesek vagytok, ügyesek vagytok. És ez nem egy kellemes érzés. Tehát, hogy általában ilyenkor az első reakció az emberek az, hogy kirendül a nyugati ajtón, vagy a díszakiba volt egy másikon, és így legközelebb szertár belőtt, kikéri a későrét. Valakitől a kegyelem jégert, és így elsüllyezti magát a bánat, utána bemegy a már következő vizsgájára azon, mert nem hallgatott rám. De hát nem egy optimális dolog az, hogyha az emberek nem sikerül egy vizsga, de egy teljesen reális helyzet. És később lesz egy szó kifejezetten erről, hogy lehet az ilyen szarrókokat kezelni. De az alapvető az, hogy egyrészt nem sikerült egy vizsga, megkapod akár aznap az eredményt, akár másnap első, megnyitod a netút, végignézed, hogy mikor van még vizsga alkalom. Összeegyezted a többi vizsgáddal, összehangolod azt, hogy erre még mennyit kell rátanulni, ahhoz, hogy ez most már biztos sikerüljön, és berakod oda, ne legyen az, hogy most összecsúszik, és akkor már mérlegálnod ki, hogy most ezt a tárgyat csinálom, vagy azt a tárgyat csinálom meg, tehát hogy így, ez egy nagyon fontos dolog, legyetek felkészültek arra, hogy nem sikerült egy vizsga, akkor azt meg kell próbálni megint. Tehát, hogy ha első vizsgálatban után valaki azt mondja, hogy elengedi ezt a tárgyat, aztán arra azt mondom, hogy aki hülye, halljon meg. Tehát, hogy így van vizsgálatkalom bőven, legalább kettő egy fél évben. És a második az szintén ilyen saját tapasztalatos dolog, hogy ha egy tárgy nincsen kereszt fél évben, akkor nem kettő, hanem három vizsgát lehet tenni egy vizsgai időszak alatt. Legalábbis legutóbb még így volt, de szerintem ez nem változott azóta. Ez azt hiszem ilyen, amúgy ilyen ház, tehát ilyen szokásokszerű dolog. Tehát, hogy a tárgy felelőse meghatározhatja, vagy valami ilyesmi volt, és úgy szokták megcsinálni. Ma kerestük ezt, ugye, mentorórám, hogy ez hol van leírva, amúgy, és így nem találtuk. Amúgy nem, ez ilyen FTV? Nem NFTV? Nem, mert a TTK-n például, amikor én jártam, akkor rohadtul nem így volt. Ott az volt a szabály, hogy bármikor elmehetsz harmadik vizsgálatkolomra, de összesen a képzésed során maximum kétszer. Ott teljesen más volt a TTK szabály. De tehát, hogy akkor mindegy. De az a lényeg, hogy legyetek tájékozott a kezdve. Mi a kérdés? Mindegy. Arra most nincs idő, hogy te magyarázd el.
Igen. Nagyon magas fickó, és beszólsz volna nekem, mikor olyan hazamegyek. Mókus azért nagyon szeretnék. Gyere, próbáld meg. A... izé... Kétszer volt a keresztény. Nem keresztes. Kétszer. Ha bármilyen másból van egy harmadik vizsgáló, akkor azt az adott tárgyát tudod. Max 3. Igen, erről van szó, hogy max 3, csak... Kérdés, hogy ez le van ezt szabályozva a papíron, és hol? A közös részben most már a vizsgáztatásnál már rendben lett, akkor ugyanúgy, hogy 6 vizsgálatban van az eset, mert mindenkire van az, hogy nem csak a gíkára az ezért. Jó, hol? Köszönjük az ügyeletes doktor nélküli jogászunknak. Tehát az a lényeg... Hogyha beírod azt, hogy LTHKR, akkor egy 3 évvel ezelőtt itt fog kidobni, mint első találat. Igen. Szóval igazából a lényeg az volt, hogy nézzetek utána, tudjátok, hogy hányszor mehettek el egy fél évben egy tárgyból vizsgázni, mert tényleg valamikor szembesültek azzal, hogy egyrészt egyre többször, mint gondoltátok volna, másrészt az, hogy ez azzal is jár, hogyha ez most nem sikerül, akkor kövi fél évben nem is tudjátok fölvenni. Majdnem sikerült belecsúsznom személyesen, ebben volt, aki bele is csúszott, tehát hogy, és aztán bele is csúszott ezzel a egyetemi képzéseinek éveibe is. Tehát nézzétek át, valamint a vizsgákkal kapcsolatos ilyen katasztrófa helyzeteket, ami csak a vizsgákra érvényes, azt így körülbelül letudtam ezzel, és így átugorhatunk a következő dologra, ami pedig ez a stresszkezelés. Tehát, hogy ez a szarvon a palacsintában jellegű, ez nem csak arra vonatkozik, hogy egy vizsga nem sikerült, ez arra is vonatkozik, hogy egy CH nem sikerült, éppen egy tárgyból úgy érzitek magatokat, hogy így ennyi erővel beülhetnétek egy totál más szakon, egy totál más órára, és annyit értenétek belőle, mint ebből. Tehát ez tényleg, ez igazából ilyen általános dolgok arra, hogy így mi van akkor, hogyha úgy érzitek, hogy nektek itt a büdös kurva életben semmi keresni valótok nincs. Az első az tényleg, tehát hogy ezt így legyen nálatok törölköző, és ne esetek pánikba. Tehát hogy a legrosszabb dolog az lehet, hogyha mit tudom én, elmondtatok egy vizsgát. Úgy vagytok vele, hogyha ez nem sikerül, akkor úristen, csúsztok egy évet, mert nincsen több vizsga alkalmatok, stb. És már elkezdtetek túl gondolni azon, hogy úristen, akkor ez nem lesz ki, engem kitagadnak a családból, utána nem fogják kifizetni nekem az albérletet, nem kapok munkát, mert nem lesz diploma, utána a plahalójáróba fogok lakni, nem lesz pénzem arra, hogy vegyek cigit, hogy ne tarháljam, hogy én cigányok, hogy ne verjek meg, és utána ott vagy vele, hogy valószínűleg belöktek a 3-as metró elé. Azért, mert elbuktál egy vizsgát. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kis toxik folyamat, amiben nem szabad beleesni. Ez egy olyan dolog, amit szintén nem könnyű megcsinálni magatoktól, de legalább, hogyha sokszor elmondják, hogy ne pánikoljatok be a gecibe, akkor talán egyszer sokból nem fogtok bepánikolni a gecibe, és hasznos lesz. A másik az, hogy ha benne vagytok egy szar szituációban, akkor próbáljátok rájönni, hogy ez miért van ott. Tehát, hogy sokszor ez egészen easy pipoltoltó. Tehát én megbuktam egy vizsgán, miért? Hát, mert lehet, hogy tegnap nem kellett volna még az a 6. sör lefekvés előtt, és inkább tanulni kellett volna egy kicsit ahelyett, hogy elmegyek kocsmázni. De lehet, hogy azért, mert azt mondod, hogy itt van ez a tárgy, amiről azt hittem, hogy tökre értem, és itt volt ez a rész, ami kiderült, hogy nem. És akkor, ha már ez megvan, akkor rá tudok feküdni, hogy oké, még következő alkalommal ezt jobban át tudom nézni. Vagy rá tudsz jönni arra, hogy most épp az volt a baj, hogy nem voltam elég kipihent. Hogy most éppen stresszeli valami szarra az agyamat, és nem tudtam elég fókuszálni arra, hogy az adott feladatot befejezze. Tehát, hogy így, ez talán az egyik legfontosabb és általános dolog, hogy ha valami szarul sikerül, akkor ne az legyen az első dolog, hogy rage-ezz rajta. Jó, talán az első lehet az, hogy rage-ezz rajta egy kicsit, mert ventilálni kell a feszültséget, de utána meg az legyen, hogy próbálj meg rájönni, hogy miért volt. Utána, ha már rájött, hogy miért volt, akkor talán tudsz megoldást is találni rá. Egy ilyen nagyon banális példával élve, egy ilyen rossz hozzáállása az, hogy megbuktam egy tárgyból, a kurva tanár. Nem jártam be az órára, le se szartam, nem figyeltem oda, nem tanultam semmit a vizsgára, megbuktam a vizsgát, biztos a tanár az oka. És utána nem fogsz csinálni semmit máshogy, mert eldöntötted, hogy a kurva tanár miatt nem mentél át. És ez egy ilyen szar dolog, mert utána valószínűleg még egy 5 év múlva is az első tárgyadon fogsz csücsülni, mert még mindig ott vagy, hogy biztos mindenki más hibája az, hogy nem sikerül. De akár lehet az is, hogy egy tárgynak sokszor nekimész, és azt mondod, hogy ez biztos azért, tehát nem tudod
Tehát nem tudod meghatározni, mi az, ami nem megy ezzel, akkor nem tudsz rajta javítani, és akkor nem tudsz rajta túllendülni, ezért csináltam háromszor azon a legyet. Utána jöttem rá, hogy kell tanulni ezt az harc. Viszont hogyha meg elcsúszik valami, és rájössz, hogy miért van, akkor potenciálisan meg tudod csinálni, és akkor jó lesz, és mindenki boldog, és valószínűleg kevésbé fogsz stresszelni bármin is. A másik, az kicsit összefügg az elsővel, hogy nem igazán szabad elengedni dolgokat. Főleg úgy nem, hogy így fél év közepén, ezt inkább arra mondom, hogy én hallottam nagyon sok embertől, hogy úristen, mit tudom én, plusz-minuszok vannak. Ötödik óra van, még egy se sikerült, még bőven belefér matematikailag, meg teljesítményügyileg is, hogy ezt megcsinál, de én hülye vagyok ehhez, nem fog menni, majd következő fél évben, majd ráérek még. A PSC 3 éve az életem legszebb 6 éve, úgyis. Tehát, hogy így... Nem egy egészséges hozzáállás, meg tényleg egy csomó időt elbaszasz magadtól. Vizsga szempontjából is lehet az, hogy hát én erről lófasz, nem tudok. Bemegyek megbukni, meg legyen az egyes, hogy menjek UV-ra. És ez is olyan, hogy neki tudsz úgy is futni, hogy oké, bemegyek úgy, hogy potenciálisan nem megyek át, mert még nem volt elég idő, nem tudtam úgy kisakkozni a vizsgáimat, hogy ez jól beférjen az időbe, de bemegyek és megpróbálom legalább. Rászorom legalább egy délutánt előtte, vagy egy napot, hogy megpróbáljak valamennyire felkészülni rá, megpróbálom. Lehet, hogy nem fog sikerülni, de láttad, milyen a vizsga. Ha mákod van, még sikerülhet, és ha meg nem sikerül, akkor meg legalább azt mondhatod magadnak, hogy tényleg azon megpróbáltál mindent, ami éppen belefér, és akkor már nem fogod annyira szarul érezni magad, hogy szarul sikerült egy vizsga. Mert nem úgy mentél, hogy bemegyek megbukni. Jó, ha bemész megbukni és megbuktál, akkor is így valamennyire sikerült teljesítened azt, amit kitűztél magadnak, de azért csak érdemes megpróbálni az ilyeneket, hogyha tényleg úgy van, hogy teljesen reménytelen, és tényleg csak kéne az egyes, vagy kéne még egy vizsga alkalom, akkor amúgy lehet halasztást kérni, egyszer, egy tárgyból, de ezt nem is feltétlenül mindenki. Ha fel akarod venni az UV-t, akkor meg kell húzni. Igen, ha fel akarod venni az UV-t, még van legalább egy vizsga lehetőség, és úgy van. Ha be tudsz rájutni. Igen. Tehát, hogy így... Igen, persze ezt így lehet mérlegelni, tehát nekem ez például mindig erősebb szabály volt, mint az all-nighteres, és amikor egy nappal azelőtt írták be jegyet, mint hogy a vizsgát leadhattam volna, és azt is az utolsó pillanatban, akkor úgy voltam, hogy én most fasz a gyerek leszek, és csak azért is megpróbálom, és nem alszok, és felkészülök, és átmegyek a vizsgán, így buktam meg először numód egyből. A negyedik az meg olyan, hogy ez arra vonatkozik, nem ilyen kifejezetten vizsga előtti felkészülése, vagy bármire, hanem mit tudom, például van egy beadandó, ami szoptok, cívtok, amit csak szeretnétek, de nem kellemes, és tényleg fenn vagytok akadva rajta, és kezd felgyúlni a fejedekbe az, hogy úristen, én ezt nem értek, milyen halált keresek, hogy totál inkompetens vagyok, és tényleg így bele daráljátok magatokat saját kis negativizmusotokba, akkor érdemesebb egy kicsit ezt így lerakni. Vagy egy másik tárgyal foglalkozni, vagy hogyha éppen tényleg nem sürgős semmi, akkor pihenni egy kicsit, mert tényleg lehet, hogy úgy érzitek közben, hogy leültök és így úristen, mi halálra nem ezzel foglalkozok, be kell fejezni, de miért nem azt csinálom. Lehet, hogy tényleg jobb az, hogyha hagytok neki egy fél napot pihenni, akár. Tehát, hogy volt bár, amikor fel volt akadva emberkel problémán, úgy döntött, hogy fél napig leszel, és másnap reggel az zuhanyzóban rájött, hogy mi volt a baj. Mert nem gondolta túl, bele tudtok ragadni egy gondolatmenetbe bármivel, úgyhogy hogy tényleg tök logikusnak tűnik az, amin végigmentetek, csak egy ilyen visszalépéses keresésben már lehet, hogy nem volt elég memóriátok hozzá, hogy visszajussatok odáig, ameddig kellett. Lehet, hogy érdemes az olyan dolgokat, amiket lehet hagyni pihenni, mert tényleg igazából aki legjobban ki tud baszni veletek az egyetemi tanulmányaitok során, személyes tapasztalat a saját magatok. Tehát, hogy így és kicsit néha békén kell hagyni saját magatokat, és így még egy kicsit ezekben a nagyon-nagyon komor témákban tovább lendülve, van még egy ilyen, egyel arrébb mentünk. Tehát, hogy a csúszásokkal, hogy tényleg ez is olyan, mint a vizsga bukás, hogy szuboptimális, de előfordul, hogy egy tárgyból megcsúszik valaki, mert nem sikerült egyik vizsga se az adott fél évben.
Itt is same rules apply, tehát hogy nem szabad bepánikolni, át kell nézni a lehetőségeket. Ha úgy van, hogy már érzitek, hogy ezek a lézer, még nem vagytok ott, hogy buktátok a tárgyat, akkor nagyon fontos átnézni, hogy esetleg, hogyha, főleg, hogyha annyira rossz helyzet, hogy mondjuk két tárgyból is fenn, nézzétek meg, hogy mi az, ami ráépülhet. Hogy néz ki, vagy hogy ha nem is épül rá semmi, de a következő fél évben fel tudjátok-e venni? Tehát, hogy így itt is nagyon-nagyon csúnyán ki tud cseszni az ember saját magával a tájékozatlansággal, ugyanis előfordulhat, hogy úgy vagytok velem, hogy itt van két tárgy, az egyiket hát fontosabb, mert erre van ráépülő, a másikat majd megcsinálom következő fél évben, és akkor azt úgy majd hanyagoljuk, és így a következő fél év előtt két héttel szembesülsz a ténye, hogy ez nincs kereszten, és így nyersz magadnak még egy fél év csúszást. Este 8. fél éven. Tehát, hogy ismerjétek a saját tanterveiteket, tudjátok, hogy mi az, amivel jobban kicsesztek magatokkal, és a harmadik meg az, hogyha például túlvállaltátok magatokat, mert éppen nagyon ráhajtottatok, hogy ti ilyen tanulmányi exploitolók lesztek, akik összeszedik az összes kreditet a világon, amit egy fél évben föl lehet venni, és kaptok majd érte végtelen zsét az egyetemtől, vagy akár csak az, hogy fölvettetek egy csomó specit, mert mindegyik érdekel titeket, és mindegyiket meg akarjátok csinálni, és ott vagytok, hogy esetleg kötelező tárgyakkal szívtok, akkor elsőként azt mondanám, hogy ha mindenképp az, hogy már nem bírjátok, és túlvállaltátok magatokat, akkor a specik az elsők, amik repüljenek, tehát hogy azokat el lehet engedni, hogyha ha kell, vannak kötvállok, azokat ne engedjétek el, mert azon ugyanúgy haladtok előre, a specik az technikailag kell egy pár kreditnyi, de nem végtelen. A specik elengedését viszont ne csináljátok odáig, hogy aztán DK-nit kelljen leadnotok egy webegyre, amikor még speci volt. Volt ilyen, speciből kellett valakinek DK-nit leadnia, évfolyamtársam volt, nem ismerem személyesen, de Jézus. Volt, aki webegy miatt adott le DK-nit. Igen. Volt. De rossz példa, mert Igen, most már kötelező, de... Tehát, hogy egy speciből kellett leadni. Tehát így lehet mérlegelni. Amit tényleg nagyon nem javaslok, amikor már így... kötelező tárgyak között levéroztok, hogy melyik az, ami még belefér, mert van vizsga vagy valami, akkor tényleg tudjátok, hogy mi az, amivel jobban kicseszhetnek magatokkal. Esetleg nézzetek utána, hogyha van ciklikussága, hogy esetleg tartja-e más oktató következő fél, mert lehet, hogy nem az volt a baj vele, hogy akár rossz volt az oktató, vagy nektek nem jött át, hanem csak szimplán nem volt az oktató stílusa kompatibilis a tiétekkel, és akkor lehet, hogy a következővel jobban fog menni, tehát hogy így ezeket figyelembe kell venni, tájékozatnak kell lenni. És itt még kiemelném a következő már elszpoilerezett diámon az, hogy van még az a helyzet, amikor tényleg shit hits the fan. Tehát, hogy amikor mit tudom én, felvesztek egy fél évben 35 kreditet, az első három vizsgátokból az első ötöt elbukjátok, és a 33 kreditből sikerül megcsinálni 10-et. És akkor tényleg úgy az embernek az önbecsülése lesüljön a békesenge alá legalább másfél kilométerre, akkor tényleg elkezdi megkérdőjelezni, hogy én milyen halált keresek itt, és miért vettek engem egyáltalán fel, hogy ennyire inkompetens vagyok ez az egészhez. És tényleg itt vannak ilyen nagyon-nagyon mély dolgok, ahol be tud az ember fejesni. Ilyenkor szintén same rules apply. Az első az, hogyha itt van az ember, akkor próbálj egy kicsit elengedni. Tehát, hogyha nem sürgeti az idő, hogyha éppen a családja nem készül kitagadni, és azt mondja, hogy innentől kezdve dögöljél meg, hogyha nem tudsz egyetemet megcsinálni ennyi időt, de hál' Istennek azért ez elég ritka, akkor egy kicsit össze kell szedni magunkat, meg kell nézni, mi az, ami amúgy jól ment, mi az, amiért ennyi minden nem sikerült, be kell lőni a faktor. Potenciálisan az is lehet, hogy amúgy mentális, tehát mint egy mentálhigiénés problémákkal küzdködsz, csak nem jöttél rá, hogy amúgy éppen depressziós vagy rettenetes engeci dolog. Szóval össze kell szedni egy kicsit. És a legrosszabb esetben, amikor tényleg úgy érzi az ember, hogy pályát tévesztett, hogy ez nem érdekli annyira, hogy úgy érzi, hogy őt átbaszták azzal, hogy az informatika mennyire jó dolog, mert amúgy tökre nem érdekli. Szerintem, hogy nagyon sokan megölnének ezért engem így az egyetemi promó részlegen, ugyanúgy, ahogy az edukációkor is néha nagyon csúnyán néztek rám, amikor elküldtem embereket tőlünk, hogy menjél inkább OK-ra, vagy másik szakra, hogy előfordul létező jelenség ez a pályatévesztés. Tehát, hogy így remélem, hogy itt senkit nem fog érinteni, de van olyan ember, aki egyszerűen remélhetőleg minden kevesen fél év után rájön, hogy
ez nem az ő dolga, hanem mást akar csinálni, és akkor ami kurvára nem probléma az, hogyha nem próbálja meg kinyírni önmagát az, hogy egy olyan dologot erőltet a saját életére, ami nem működik neki, aztán elmegy máshova. Ugyanúgy, ahogy mások átjöttek hozzánk, mert rájöttek, hogy amit ők elkezdtek tanulni, az nem feküdt nekik. Tehát, hogy így... Szívesen. Tehát így... Van itt olyan ember, aki pszichológián kezdett és itt jön. Most lesz diplomája. Tehát így igazából ez is előfordul, de érdemes ilyenkor azért, amikor már ez a végső kétségbeesés is van, azért jó sok ismerőssel beszélni, akár pszichológus segítségét kéne, akár az egyetemen, akár máshol. Tehát tényleg ez egy ilyen eléggé törés. DTK például. Tényleg működik. Mert ez egy olyan pont, ami már akár hosszú évekre meg tudja az ember lelkivilágát cseszni, tehát hogy ezzel így foglalkozni kell, és nem bent égni, mint ez a kutya. Amúgy eredetileg a másik képet akartam, amikor a tűzül a széken és a kutyák körülötte, de úgy voltam vele. És akkor most kicsit még egy pár ilyen tapasztalati dologra rálép bennünk, egy kicsit javítva a hangulaton. Az első az, hogy van az egyetemen ezért egy másik dolog, és nem csak a tanulás, meg a vizsgák, meg a bugás, meg a szar, hanem vannak ilyen rekreációs tevékenységek, hogy be kell szúrni, és amúgy tényleg ugyanannyira fontos az egyetemi tanulmányok során az, hogy pihentek, vagy hogy mi az, amit nem egyetemmel csináltok, mint amit az egyetemmel csináltok. Igen, ahogy pont szeretném egy kicsit ezt a jelenséget is így majd esetelni emberre, rettenetesen álszent módon, hogy akkor is voltam én is, vagyok néha. De nem csak ez az opció, nincsen semmi baj vele, meg tényleg egy nagyon jó szocializálódási dolog az, hogy leugratok haverokkal kocsmába, stb. Eldumáltok egy csomó mindenről. Nem egy megvetendő dolog, de azért van más is, sőt azért van pár olyan dolog, amit talán előnyösebb. Például sport, van kurva sok sport lehetőség egyetemen belül, egyetemen kívül. Bocsánat. What? Mondok olyan dolgokat, amik nem feltétlenül igazak, nem csak azért, hogy univerzális legyen. Tehát, hogy ez így működik. Igen, van itt olyan ember a közönség, akik 4 év már van vele. Tehát így bocs. Alkohol mentes, mi az, hogy alkohol? Ezt mindjárt mondom. Tehát egyrészt a sport is egy jó dolog, mert az is szociális dolog, és amúgy tényleg informatikus ül, meg néha ül is, meg néha ül. Tehát, hogy van egy nagyon jó mém, azt nem szedtem el, amikor ülsz és érzem, amikor napi 8 órát ülsz a rossz képernyő előtt, és amikor végre hazamegysz, és egy jó képernyő előtt ülhetsz még 8 órát. Tehát, hogy így... Tehát, hogy így... Ez se rossz, nem mondom, hogy nem csináltam például pont tegnap is ezt, de azért néha érdemes kimozdulni, akár csak az, hogy valamit találni, akár csoportosan, akár magánban, néha tök jól esik, amikor az összes feszültséget ki tudod magadból futni, vagy akármit csinálni. A másik az, hogy tényleg így eljönni például ide, itt is lehet inni, és nem csak inni, tudtok összeszedni hasznos dolgokat, van még amúgy egy csomó ilyen mindenféle rendezvény, szervezés, vagy egy szervezésen kívül, ami kikapcsolódás szempontjára jó. Amúgy pont, ami följött már mind a kettőben szerepjáték, az már ilyen pszichológiai kutatások során bizonyított, hogy amúgy egy nagyon-nagyon jó kis terapeutikus eszköz arra, hogy az ember megoldjon minden problémát is, miközben kéri az összes feszültséget az, hogy lehető legkreatívabb módokon öl meg lehető legocsmányabb dolgokat. De akármilyen. És a pluszpont monitor és alkoholmentes, azt mondom, hogy így, mondom, tehát, hogy így melléket ábra mutatja, hogy nekem sincs ezzel a csodálatos találmánnyal semmi bajom, de például főleg, hogyha ilyen húzósabb időszakban vagytok, vizsgai időszakban, vagy egy ilyen ZH héten, vagy valami, akkor lehet, hogy mit tudom, túl vagytok egy nagy ZH-n, és így beleöltetek egy csomó energiát, egy csomó időt, és bementetek, megírtátok, és jó lett, és nagyon jó lett, és örültök, mint majom a farkainak, hogy megvan, és az első kakosmában kikérni a pultot is, le a sárga föld alá, és utána megy tovább az élet, és a következő nap azt tapasztaljátok, hogy van ez a csúnya másnap. Hál' Istennek még én sem vagyok annyira öreg, hogy megmondjam, hogy milyen rossz lesz ez később, de ez egyre rosszabb lesz, és tényleg lehet, hogy tök jó, hogy egy este, egy éjszakát rámegy arra, hogy pihensz, csak az a baj, hogy utána ki kell pihenned az estét, meg az éjszakádat még egy napig, akkor ott már lehet, hogy megborul az időbeosztásod, és lehet, hogy nem lesz a
a dolog annyira jó, hogy tényleg én alkoholmentes monitor és vagy alkoholmentes lehet, hogy csak egész este izé rédeltél, és így akkor nincsen másnap, izé, másnaposság, csak a szemed lehet, hogy annyira száraz, mint a Szahara kétszer, de megvan a mount. Ezen kívül van még pár ilyen témamentes, az egyik, ami talán nekem eszembe jutott, az, hogy egyetemisten valaki, tehát hogy nem feltétlenül jelent mindenkinek az egyetemi évek az, hogy anyagi problémák, hogy számogatni kell a kolidíjjal, per labbérrel, per kajával, vagy bármi, hogyha nincsenek valakinek anyagi problémája, akkor keressen ma este valakit, akinek van, és hívja meg egy sörre. Úgy. Akinek viszont van, annak egy pár dolog, ami szintén nem mondom, hogy én így csináltam, de tudom, hogy így kellett volna. Az egyik az, hogy amikor itt számoljátok ki a büdzsét, akkor ne az étkezés legyen az első, amin csaptok, mert egyrészt lehet tápanyag variáció hiányában felszedni pár kilót. Köszi szétrátok. A másik az, hogyha meg csak úgy spóroltok, akkor nem szaradbat vesztek belőle, hanem csak nem vesztek, akkor szintén ott van az, hogy egy tápanyag hiány, felmerül az, hogy tanulni, bármit csinálni, sokkal rosszabb, hogyha éhesek vagytok, rosszabb esetben még ilyen hangry típusúak is vagytok, és akkor az környezetek is utálni fog titeket, mert mindenkivel üvöltöztök, mert igazából csak így szóval a vártál valaki lapától, hogy megvelejétek másfél kiló rakott krumplit, tehát hogy így ez egy olyan dolog, hogy arra érdemes figyelni. A másik az, hogy tehát így, ami benne van ebben az anyagi dolgokban, hogy ha azt tapasztaljátok, hogy hónap végén egy komoly dilemmát jelent az, hogy most száraz kenyér, vagy egy doboz langyos kőbányai, akkor lehet érdemes így vezetni valamilyen szinten azt, hogy mire költöttetek egy hónapba, hogy nem jöttetek ki a büdzséből. És akkor lehet, hogy szembesültek az, hogy lehet, hogyha minden nap elmegyek inni, akkor az nem költségtudatos, vagy költséghatékony. Vagy hogyha, mit tudom én, napi háromszor eszek nagy menüt a kínaiban, akkor azért megy el napi 3000 forintom, amúgy retekulcsoló kínai, hogyha nem eszitek sokat, akkor nagyon ajánlom. Ha sokat eszitek, akkor meg van nagyon sok jó gyógyszer a cukorbetegségre. Szóval lehet számolni, lehet megnézni, hogy mire költöttetek, lehet izé. Tehát hogy lehet, hogy nem előző hónapban kellett megvenni Szosztánból a Gloomhaven-t. Tehát így tudatosan csináljátok. A második az kicsit rámegy erre a mentálhigiénés dologra, hogy nem feltétlenül kell amúgy professzionális segítségére rohanni azonnal, mint bármi kellemetlenség van, de így sokat segít az, hogy ha bármi szarság van. Tényleg, hogyha csak ventilálni akartok azon, hogy mit tudom én, bármi minor inconvenience történt veled, akkor beszéljétek meg valakivel, nem fogtok senkit zavarni vele. Ha zavartok vele valakit annyira, hogy tényleg zavarja, akkor majd szólni fog. És ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos dolog, mert hosszan tartóan felgyűjtitek ezeket a szervezeteket a fejetekbe, akkor utána sokkal könnyebb lesz pánikolni, sokkal könnyebb lesz feladni mindent. Tehát így minden összefügg. Ami már volt itt szó, weboldalakról, ez is ilyen totál generik dolog, hogy tényleg akár a Stack Overflow-nak kedvenc embereitök olyan oldalakról, ahol vannak ilyen cikkek, amiket szívesen olvastok, az összes olyan oktatói honlapot, ahol vannak fönn segédanyagok, confluence.ikhek.lt.hu, meg most van egy új wikink, amit már nem tudom a címét. Tehát, hogy van egy rengeteg olyan oldal, ahonnan mindent össze tudtok szedni, és nem feltétlenül jut eszetekbe, és így csak ezeket mentsétek le, legyen egy TXT a Homework nevű mappa mellett, amiben senki nem házi feladatot tárol. Legyen egy MD fájlatok, ez a webpages.md, és akkor abban megtaláltok mindent. És ami szintén fontos, és szerintem például a hallgató önkormányzaton belül nagyon sok hajszálat mentetek meg vele, hogyha felírjátok az időpontokat, és utána nem az lesz az e-mailetek, hogy fú, basszus, lekéstem, hol lehet fellebbezni, hol lehet ezt azért pótolni, stb. Legyen egy kurva naptáratok, 500 forint, se. Vagy Google kalendár, amit tök ingyen van, és írjatok bele mindent, hogy ez a beadandó mikor van, ezt mikor kell befizetni, ezt a pályázatot mikor kell leadni, mikor megyek koncertre, mikor jön ki az új Wolfkiek, tehát hogy így ezeket fontos felírni, és akkor tudjátok, hogy például amúgy teljesen reálisan mondom, nem veszel fel vizsgát másnapra, amikor kijön az új Wolfkiek, mert tudni fogod, hogy úgyse tanulsz. Tehát hogy így ezeket fontos tartani. És
Még összefoglaltam egyetlen egy képben, sikerült találnom egyetlen egy képet, ami körülbelül az egészet veszem, hogy lehet értelmesen túlélni az egyetemet, meg hallgatóint jól teljesíteni. Alkohol. Nem. Ez így hangzik. Ez a... Ne legyetek hülyék! Tehát ugye egy minimális életképességet, hogyha mindenki összeszed. Tehát tényleg... Never go full retard. Kérdezzetek, hogyha nem tudtok valamit, és hogyha valami szar, akkor azt ne ismételjétek meg folyamatosan. Ez a kettő már nagyon-nagyon sokat tud javítani a kis életeteken. És igazából szerintem Jócskán többet beszéltem, mint bárki más, de úgyis azért kértem, hogy én legyek az utolsó, mert ismerem, milyen kisleg szófosó pofám van. Szóval igazából még egy darab van. Van-e bárkinek kérdése, vagy hozzászólása, és hogyha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. De akkor jól lesz, hogy most programozóként dolgozol, tehát nincs anyagi gondot, tehát mindenki megfűsz egy körre. Nem mindenki, egy ember! Szia, hogy így! Miért szoktak? Te kapsz egy sört. Oh.